Üdvözlet mindenkinek, 2022. december 14-e van az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal a digitális jegybank pénzről, illetve a készpénz kivezetéséről, majd a készpénz végleges és teljes eltűnéséről lesz szó. Mielőtt neki kezdünk, meg szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosanak találjátok és értékesnek a munkánkat, akkor támogassátok azt a legegyszerűbb módja ennek, hogy előfizetek a prémium csomagunkra, ahol láthatjátok azokat a tartalmakat, amelyek abba tartoznak, illetve megosztjátok és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon. Ez nagy segítség, és köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Kezdő gondolat legyen pénzcentrum.hu december 10 i cikke. Tényleg lecsaphat az állam megtakarításainkra, ugye felröppent az a hír, hogy az állam el akarja venni az emberek megtakarítását, nagyjából így hangzott ez itt ott amod. Nem erről van szó, teljes mértékben elrabolják ők azt így is, úgy is, hiszen az adókkal, a járulékokkal, az illetékekkel, a stb. szépen úgy is elcsipegetik, de ha nem ők, akkor az infláció meg fogja azt enni néhány éven belül ezeket a megtakarításokat. Matolcsi György arról beszélt egyébként, hogy 20 ezer milliárd forint nagyjából a lakossági megtakarításoknak az összege, amelyből 12.000 milliárd forint van bankokba, a többit az emberek otthon tartják. És valahogy kellene ezt a 20.000 milliárd forintot bevonni a gazdaságba, és azt javasolta, azon gondolkozik, hogy kormányzati programokra lenne szükség, amelyek ezt bekapcsolják, mint például az energiahatékonyság keretében indított programok, energiatakarékosságra, például élelmiszeripari termelékenységet növelő programokra, Lehetne ezt felhasználni, nem úgy, hogy elvennék, hanem ösztönzik az embereket, hogy ezeket elköltsék, ezeket az összegeket. Persze, hogy szeretnék bevonni ezt az összeget a gazdaságba, hiszen az államháztartás ezer milliárddal növelte a hiányát mindössze novemberben, 2021. decemberi ez a hír, ezer milliárddal egy hónap alatt. 2022. január 11-én azt olvashattuk, hogy 5000 milliárd forint fölé ment, a 2021-es államháztartási hiány, ez csak abban az évben ennyi hiányt generált a magyar állam. És ez 210 milliárda kevesebb, mint az azt megelőző évben volt. Ez volt tavaly, a magyar gazdaság rovatban, a világgazdaság úgy ír, hogy a költségvetés az éves hiánycélt bődületes deficittel túl. Egy hónappal az év vége előtt átlépte a 3152 milliárd forintos éves pénzforgalmi deficitet a büdzsé hiánya. Ugyanakkor a hiány cél még mindig tartható. Figyeljen mindenki most, aki azt hiszi, hogy a, a világ az úgy működik, ahogy azt előadják nekünk. November végéig az államháztartás központi alrendszere. 3500 milliárd forintos hiányjal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 3400 milliárd forintos hiányt könyvelhetett el. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 340 milliárd forintos hiányt mutattak. Ahogy elmondtam, nem lehet a semmiből adakozni és nyugdíjemeléseket meg mindenféle járulékokat, meg juttatásokat adni az embereknek csak azért, hogy ne nyugtalankodjanak. A tárca közleménye emlékeztet arra, hogy a januári 5%-os és a júliusi 39 os nyugdíjemelés után novemberben tovább emelkedtek a nyugdíjak, és a velük azonos módon emelkedő ellátások 4,5%-kal. Csak a novemberi kiegészítő nyugdíjemelésként 210 milliárd forintot kaptak összességében a az érintettek, emellett nyugdíj prémiumot is kaptak, az arra jogosultak. Mint egy 2,5 millió főnek a nyugdíj prémium és az egyszeri juttatás összesen 23 milliárd forintot jelentett. És azt mondja, hogy ezzel együtt a hiány még rendben lehet. Még rendben lehet a hiány, Varga Mihály jelezte. Úgyhogy mindenki megnyugodhat. Az államháztartási hiány, hogyha esetleg valakinek ez nem lenne világos, akkor keletkezik, mikor az állam többet költ, mint amennyit egy adott időszakban bevételként elkönyve. Ez a hiány akkor keletkezik, mikor az állam nem képes elegendő pénzt előteremteni kiadásainak a fedezésére. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz államháztartási hiány tehát akkor keletkezik, amikor az állam nem képes elegendő pénzt előteremteni kiadásai fedezésére. Az állam összes jövedelmének az összeadásából, összegéből kivonják a kiadásokat, mint például a támogatásokat, az állami fizetéseket, a közmunkát. Minél nagyobb tehát az állam, minél több aktatologató tartozik abba, aki semmi hasznot nem hajt a gazdaságba, csak elfele szívja onnan a pénzt, annál nagyobb a kiadás, minél többet emelik a nyugdíjt, több támogatást adnak azoknak, akik rászorulnak, stb. ösztönzik a családalapítást, meg ezeket a dolgokat, azzal növekszik a hiány. Ezért mondtam el már oly sokszor, hogy ha nincs elég ember, aki dolgozzon, akkor nem lehet csak egyszerűen úgy költeni. És ebből alakul ki ez a havi egy ezer milliárd forintos hiány, ami itt is volt novemberben. Majd később ebben a videóban értelmet nyer ez az egész, csak azt javaslom mindenkinek, hogy tartson ki egy kicsit legyen türelemmel, és meg fogom mutatni Matolcsi György, mit mond arról, hogy hogyan fog alakulni a gazdaság, a közeljövőben, ami a készpénzt és annak a forgalmát illeti. Ezt már megmutattam korábban 2021-es államháztartási hiányok. Ez a 2021-es, itt ez ezer millióban, bocsánat, ez millióban értendő, tehát az Amerikai Egyesült Államoké az 2,5 és fél millió millió, és akkor minden számot, ami itt van például az Egyesült Királyságnál, ezt meg kell szorozni 1 millióval, és ez dollárban értendő. 250 ezer millió, 254 milliárd. Az usa volt két és fél trilliárd, ez csak 2021, és Magyarországot is megtalálhatjuk természetesen 12 milliárd dollárra 2021-ben. Ha megnézzük az össz, hogy hogyan áll összességébe véve, akkor ez mutatja talán még nagyszerűbben. Hogyha figyelmemmel kísérjük azt, hogy ez a GDP-nek mekkora százaléka, akkor az azt jelenti, hogy 128 százaléka az éves termelésnek az amerikai Egyesült Államok ugye 30 trilliárd dolláros államadósága. Az össz adósága, mint amennyit egy év alatt termel értéket előállít az Egyesült Államok. Ez a százalék, ez mind azt jelenti itt, hogy mekkora százaléka ez a GDP-nek. Ez már itt az összadóság természetesen ebben. 76 százaléka a magyar, 139-140 milliárd dollár a magyar összadóság. Ez a 76 százaléka a magyar GDP-nek. Ennek fizetjük a kamatait vissza, azoknak a bankoknak, akik a nem létező pénzeket előállítják és húzzák le fel az egész világot, meg kebelezik be ezáltal a szerződések által minden országnak a vagyonát. Itt láthatunk valós időben az Egyesült Államoknak az adósság számlálóját 336 milliárddal többet költöttek. 2021. október és novemberhez összehasonlítva 20 milliárdal kevesebb. Szóval ez az államháztartási hiány Amerikában per hónap. Per hónap. milyen gazdaság az, ahol ilyen, milyen gazdaság az, ahol így bánnak a pénzzel, hogy egy hónapban 340 34 milliárd dollár hiány generálnak. És honnan származik az a pénz? Ezen gondolkozzon el mindenki. De nézzük, mit mond Matolcsi György, illetve mi az ő megoldásuk erre. Új világrend van és az új világrenden belül alakul. Mielőtt megnézzük Matolcsi György interjúját, illetve az ő mondani valóját, mutatok még néhány hírt, ami szerintem vezet minket szépen el oda, hogy mi is a tervük, és hogyan fogják ezt, hogyan alakítják már ki ezt az egész készpénz nélküli rendszert, és mi is az értelme ennek. Az egyik például pénzcentrum.hu cikke, ez december 7-ei, Befejezett a készpénzes fizetésnek az ilyen éttermekben és kocsmákban Magyarországon. Ezek főleg a felsőbb színvonalú, magasabb színvonalú vendéglátóipari egységekre gondolnak itt, de azt elismerik, hogy az utóbbi két-három év az megterhelő időszak volt a vendéglátóiparnak a koronavírus járvány, a bezárások, a háború, energiaválság, munkaerőhiány és élelmiszerárak emelkedése miatt mindezek összességében ezek a korlátozások, amik az életünket érintik, ezek nem csak egy faktort módosítanak, vagy egy szektorát a gazdaságnak, vagy az életünknek egy-egy területét, hanem az egészet is vezetnek minket abba az irányba, hogy teljes, totális kontrollt lehessen gyakorolni az emberiség fölött. Ez az, amit én szeretnék, hogyha látna mindenki, hogy ezek nem véletlen folyamatok, hanem ez egy irányított művelet, ahol minden mindennel összefüggés, és ezt nagy aprólékos gondossággal készítették elő, és valósítják meg. A szakértők a digitalizációt egyfajta hatékonyság növelő eszközként definiálják, sőt odáig jutottunk, hogy ahol csak készpénzeznek, mondja ezt Gerendai Károly, az első hazai Michelin csillagos és több más étterem és élményhelyszín tulajdonosa, az egy árulkodó jel, hogy valami nem tiszta. De úgy általánosságban szerintem a készpénz napjai meg vannak számlálva a vendéglátóipar felső részében. Fesztiválokon, koncerteken, ahol egyáltalán nem lehet már csak elektronikusan fizetni, semmi más módon, csak elektronikus. Nekik ez csak jobb, hogy ez így alakul, hiszen a per főre eső költés az nagyobb, mint a készpénzes vásárlásoknál. Egy jó digitális fizetési rendszer olyan, mint túrázók körében a sétabot. Növeli a hatékonyságot. Van egy másik előnye, az pedig az, hogy sokkal hatékonyabb a munkaerőt így felhasználni. Nem lesznek már azok a lébecoló emberek, akik azt hiszik, hogy szívességet tesznek a vendégnek, meg semmi hasznuk nincs, csak akkor dolgoznak, hogyha valaki nézi őket tologatják az aktát egyik asztalról a másikra a háttérben, hisz ezt a rendszer képes most már elvégezni helyettük a beszállítókkal hatékonyabb folyamatok épülhetnek ki, a vendégelégedettség mérését gyorsíthatja ez, sőt, akár fizető kapus foglalási rendszer is bevezethető általa. Mi online felületünkön, mondja Kleckner Péter, mi online felületeken dolgozunk, mindent ott oldunk meg, akár egy Google Sheet is elég egy új ötlethez, aztán a fejlesztés már a saját igényeinkre szabjuk, de nem nekünk kell mindent a nulláról kitalálni, hogyha kiindulásnak használjuk a meglevő technológiákat. Ezért fejlesztették ki ezeket a technológiákat, hogy gyorsítsák ezt a folyamatot, és a készpénzt ki lehessen vezetni. De nem csak a készpénzt, hanem ki lehet golyózni a munkavállalókat is. Persze ők azt mondják, hogy nem, de azt mondja, nagyon drága a munkaerő, ezért lassan már a legtöbb gasztrovállalkozás ott tart, hogy az egyszerűbb dolgokat csinálják meg a gépek. Az ember pedig foglalkozzon a komplexebb feladatokkal, például a vendéggel. A cél, hogy a meglevő munkavállalók nagyobb hozzáadott értéket adjanak, hasznosabban töltsék el a felszabaduló időt, amit az automatizáláson nyerünk. Szóval ne kávézgassanak, meg röhögtséjenek az irodába, meg semmit csináljanak, hanem mivel már nincs szükség arra, hiszen digitalizált az egész, menjenek az dolgozanak, vagy menjenek a dolgokról, azt találjanak valami helyet, ahol hasznosá tudják magukat tenni ha megyünk tovább, szeged.hu, tudósít, hogy készpénzmentes lett az idei bortér, és csak bankkártyára lesz már szükség. De nem csak a, a, szegedi bor ünnep volt ez, hanem a Sziget, a Volt, a Balaton Sound, a szegedi ifjúsági napok, a Rozália Fesztivál, Budapesti Borfesztivál, Belváros Sörfesztivál, Debreceni Borünnep, szintén, de a Békés Csabai Kolbász Fesztiválon is lehet illetve már csak digitálisan részt venni. A járvány lendítette fel az érintés nélküli fizetési módokat, és mutatott rá, hogy a jövő kényelmes és biztonságos készpénzmentes fizetési megoldásoké lesz. Ugrásszerűen nőtt az elmúlt két-három évben a kártyahasználóknak a száma. Így megszűnik a készpénzforgalom ezen a Szegedi Fesztiválon először a történetük során, és a FestiPay kártyát előre feltöltik, és azzal vagy bankkártyájukkal, telefonjukkal, okos órájukkal tudnak majd vásárolni a kilátogatók de létezik Festi Pay applikáció, ahol szintén feltölthetik az egyenlegüket. Ez tehát egy módja annak, hogy az embereket szorítják kifelé a készpénz piacról, vagy a készpénz használatból, és terelik rá a digitális pénzhasználatot. De van egy másik is, az pedig az, amikor lehúznak a bankok készpénz felvételnél a gyanútlan ügyfeleket november 17 i ez a cikk. Nem fogok belemenni részletesen, ezt mindenki ismeri ezt a jelenséget, ilyen illeték, olyan járulék, olyan díj, amolyan díj, és ez még nem is minden, hanem a másik az, hogy napokkal, vagy de legalábbis egy nappal előre be kell jelenteni, hogy mekkora összeget szeretnénk felvenni a bankban. 2021 második negyedévében 800 millió forintot körülbelül vettek fel az emberek, az idei évben 910 millió forint ugyanez az összeg, és ez egyrészt az inflációnak köszönhető. Tehát, ahogy mondtam, az infláció szépen lassan eszi meg. Az emberek tartalékát, meg a pénzét, hisz többet kell használni, hogy ugyanazt meg tudják venni. Ugye az összeghatárok változnak, és a bejelentés határideje is, illetve hogy hány óráig lehet azt megtenni, de mi, szinte minden banknál van, vagy hát minden banknál létezik egy felső határ, amit amitől már be kell jelenteni előre, ez itt látható baloldalról a második, mennyi nappal előtte, és hány óráig kell ezt megtenni, és mekkora ennek a díja ami szintén ugye jobb szélen látható. Sőt, amennyiben elmulasztjuk a készpénzfelvételt, annak is van egy díja, egy büntetés, azért is jár, ez ugye jobb szélen található itt. Ezek mind eszközök, illetve rendelkezések, egyfajta törvényi háttér ahhoz, megszűnjön a készpénzhasználat, és elmenjen az emberek kedve átérjenek a digitális valutáknak a használatára, vagy fizetőeszközöknek a használatára. Hogy miért jó ez a hatalomnak, ez egyszerű. A készpénzt nagyon nehéz korlátozni, illetve kontrollálni, mivel nem tudják pontosan, hogy kinek mennyi van, és nagyjából arra költöm, amire akarom. Hogyha az egész rendszer digitalizálom, akkor onnantól kezdve a szoftver az érzékelő, hogy ki, mit, mennyit, hol, költ, mire, és aztán azt egyszerű feldolgozni, Sőt, ellenőrzés alatt tartani is. Ugyanúgy, ahogy az autó a személyi szabadságnak egy szimbóluma, a készpénz talán a másik. Ha ezt a kettőt képesek kontrollálni és ellenőrzés alatt tartani, akkor onnantól kezdve elég nehéz lesz a helyzetünk, és úgy tűnik, hogy ez nagyon gyorsan megy, ez a folyamat. Ez nem csak nálunk van így, október 11-én ez az India Times, hogyha valakit érdekel ez a hír, akkor láthatja azt, hogy India reng számos fontos lépést tett az elmúlt évek során annak érdekében, gazdaságát javítsa, az egyik ezek közül, ugye ez a demonetizáció, ami a pénznek az eltüntetésére való törekvés. Az alap célkitűzés, amely felé mindig dolgoznak, az a cashless society, vagyis a készpénzmentes társadalom. A 20. század végétől kezdve India szépen lassan folyamatosan halad egy készpénzmentes társadalom és gazdaság felé. Ahogy a Magyarországon is a vendéglátóiparban láthattuk azt, Indiában az elmúlt két évben a világjárvány az szinte rá erőltette az országra a szuper gyors haladást a digitális fizetőeszközök felé. Nagyon fontos volt az elfogadottság, illetve a digitális fizetési módok normalizációja, hogy megértessék az emberekkel, hogy ez biztonságos, pontos, Erősebb állami szabályozás alatt áll, illetve a közönséges ember számára ez szinte zöggenőmentes ez a folyamat. 2020-ban Indiában 48 milliárd tranzakciót hajtottak végre. Szinte mindent tudsz már a telefonodról végrehajtani, menedzselheted az egész vagyonodat, fizetheted a számláidat. A hiteleket kézben lehet tartani, netbankolni lehet, biztosítást fizetni, vásárolni, de a szórakozás is digitálisan zajlik. Na nézzük, hogy mi az, amit Matolcsi György mond: tehát a digitális forintról, vagyis hát a digitális pénznemről, amire készülnek. Új világrend van, és az új világrenden belül alakul egy új világgazdaság. Új világrend van. Ki hitte volna, hogy Gyuri az egy ilyen összeesküvés elmélet hívő? Új világrend van, és az új világrenden belül alakul egy új világgazdaság. Most már alig van olyan jegybank a világon, ahol ne gondolkodnának a digitális egybanki pénzbevezetésen. A pénzügyi innovációk ö, felgyorsulnak. Természetes, hogy gyorsulnak ezek a folyamatok, hiszen a háttérből fűtik, ezt az egészet mindezekkel a rendelkezésekkel és intézkedésekkel, meg ezekkel az álságos, meg kitalált katasztrófákkal, amik a világot sújtják. Mi pénzforradalomról is beszélünk a jegybankban. Pénzforradalom, pénzforradalom. Ö, ami ö, mindenképpen azt jelenti, hogy az államok, az állama mindig jelenti a kormányt, az önkormányzatokat és a jegybankot. Köszönjük szépen. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este de persze egy sor más állami intézményt is. Megnő az állam jelenléte. Tehát nem... Megnő az államnak a jelenléte, meg fog nőni az állam jelenléte. Megnő az állam jelenléte. Megnő az állam jelenléte. Megnő az állam jelenléte. Megnő az állam nem szépen. a szuper. jött el, hanem egy forradalmian átalakuló, a technológiák által forradalmasított pénzvilágban erősebb lesz az állam szerepe. Tessék, ott van, aki a kriptovalutáktól várta azt, hogy Aj, most már ez végre demokratikus, ezt meg a kis ember irányítja, meg akármi irányítja, sose fogja irányítani, sose volt olyan, meg sose nem is lesz olyan, hogy az ember bármit is irányít. Mindig az államigazgatás és az aparátus az, ami gyakorolja a hatalmat, mert az ellenség az, aki a háttérből mindezt menedzeli. Meg szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosanak találjátok és értékesnek a munkánkat, akkor támogassátok azt, a legegyszerűbb módja ennek, hogy előfizetek a prémium csomagunkra, ahol láthatjátok azokat a tartalmakat, amelyek abba tartoznak, illetve megosztjátok és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon. Ez nagy segítség, és köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Ez Kínában látható, azt gondolom, hogy nem látható, de folyik a nyugati világban is. Folyik a nyugati világban, de nem látható. És ahogy az állam eh, szerepe és hatékonyabb működése és eh, követelményé vált ebben az új korszakban, például a válságok hatására, így a válságok milyen, milyen szerencsés, hogy a válságok érkeztek, és ezek növelik az államnak a feladat körét és a hatékonyságát, illetve a hatáskörét, szenzációs. Így a pénzforradalomban is az állam eh, eh, érdeke, tehát a közérdeke meghatározó lesz. Azt gondolom, az állam érdeke tehát a köz közérdeke. Hogy világos mindenki előtt, hogy közösségi és platform alakú gazdaság alakul ki. Jönnek a megosztások. A sharing economy a megosztásra alapuló... Share economy mindjárt megmondja, hogy mi is az a megosztáson alapuló gazdaság, de ezt már mindenki tudja, aki használt Oscar-t, Airbnb-t, szállás.hu-t. gazdaság az néhány helyen úgy tűnt, hogy megtorpan, nem. A gazdasági, járványügyi, társadalmi válságok fölgyorsítják. Fölgyorsítják egész véletlenül. Egész véletlenül van egy világi járvány, utána érkezik egy hatalmas háború, energiahiány, energiahordozó hiány. Micsoda véletlenek. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó. Nyilvánval, nyilvánval, végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. A megosztáson alapuló gazdaságot. És ez követelmény a zöld átmenet felől, a fenntartható gazdaság felől. Követelmény. Mindenki csak azt csinálja, amit az ENSZ kitalál menetel úgy, ahogyan ők azt akarják. Az ENSZ pedig csak egy szerve a világhatalmi elitnek a végtelen közül. És mi ugyanúgy részét képezzük ennek, mint mindenki más. Ezért mondtam el már ezerszer, hogy minden ország együtt dolgozik. Sajnálom, hogy ez felháborító, vagy hihetetlen, elképzelhetetlen, vagy lehetetlen, ettől függetlenül még az igazság az nem változik. De követelmény a fenntartható társadalom felől is. Hiszen a válság egyik társadalmi hatása, hogy bizony szét szaladtak a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek. És ezt majd ők meg fogják oldani, bízom benne mindenki. Nem kell aggódni, majd ők ezt megoldják, ők azért vannak, hogy segítsenek nekünk. Um a társadalmi egyensúly és stabilitás pedig nélkülözhetetlen bármilyen gazdasági teljesítményhez. Hát ahhoz a gazdasági teljesítményhez, amit mi nyújtunk, hogy egy hónapban 800 milliárd forintos adóságot halmozunk fel, az, valaminek történik el, nem? A sharing economy, a megosztáson alakuló gazdaság egy olyan válasz, a vagyon és övedem különbségek szétterjedésére, ami a technológia segítségét hozza a kormányzatoknak, és az államnak, és a társadalomnak, az is világos. A technológia segítségét hozza a kormányzatoknak. Micsoda gyöngyszemeket hullajt ez az ember. Hogy az egészséges, az egészséges életmód felértékelődik. Engedjenek meg egy ö, ö, személyes megjegyzést. magyarok 50%-a egyáltalán nem sportol úgy, hogy felértékelődik az egészséges életmód. Magyarországon a második legmagasabb az elhízott felnőttek aránya az EU-ban. Heti 150 perc mérsékelt intenzitású fizikai aktivitás is átlagosan 20%-kal csökkentené a súlyos szív- és érrendszeri problémák kialakulásának az esélyét. Heti 150 perc, két és fél óra mérsékelt intenzitású, az gyakorlatilag egy ilyen gyors gyaloglás elég lenne a magyar, a sikeres magyar felzárkózás, a fenntartható felzárkózás jelenleg legnagyobb akadálya a magyar társadalom egészségi állapota. Az egészségi állapot elképesztő. De főként a felfogásunk saját egészségünkről. A felfogásunk lealázott mindenkit. Kaladottak, kaladottak! Tehát egy egészséges gondolkodásra, vagy az egészség központú gondolkodásra és életmódra való átállás, amit egyébként rendkívüli módon felgyorsított a járvány. Ez nélkülözhetetlen Magyarország sikeréhez. Nem egy... Ez a járvány, ez egy ilyen aranytojás tojó tyúk gyakorlatilag, ami folyamatosan csak hulladja ki magából ezeket az aranytojást. Egyszerűen egy, olyan dolog, hogy majd, majd egészségesebbek leszünk, meg, meg máshogy gondolkodunk, ha, ha gazdagok leszünk. Nem, akkor leszünk gazdagok, ha máshogy gondolkodunk az egészségünkről és ott van, az igazságot elmondják, ott van mindenki hallhatja, ennek ellenére a többség megy tovább, szemellenzővel a szemén, hallgatja a propagandát, olvassa, nézi, elhiszi, és annak megfelelően irányítja az életét. Dolgozzál, vegyél egy lakást, vegyél felhitelt, menjél tanulni, legyen diplomád, és aztán találj magadnak egy munkát, üljél egy irodában, toligasd ide-oda az iratokat, és aztán majd meghaz, és mindenki elfeledkezik róla. Tehát egy egészen más egészségiparra van szükségünk, és az egészség felértékelésére. Az egészség felértékelése azt jelenti, hogy képesek lesznek az embereket erre hivatkozva kontrollálni. Hiszen ha nem egészséges az ember, akkor az káros a gazdaságra nézvést, így azt fogják mondani, hogy egészségesnek kell lennie mindenkinek, különben az káros a társadalomra nézve. Befejezésül megmutatok egy utolsó cikket, ha, e, ha, nem megy szépen, és ezekkel a súnyi kényszerítő módszerekkel, akkor rá fognak mindenkit venni erővel, és ez történik Nigériában, ahol nem működik az e ra vagyis a nigériai központi bank saját digitális valutája, és ezért megemelték a két pénz felvételnek a díját, ami azt jelenti, hogy heti 225 dollár feletti pénzfelvétel esetén 5%-ot kell fizetni büntetésként, hogyha ezt túllépi valaki, ez napi 45 dollár egyébként, és 10%, hogyha vállalkozásokról van szó, szóval azoknak nagyobb ez a keret. De a cél az, hogy a nigériai központi bank rá tudja kényszeríteni az embereket a digitális pénz nem használatára, ami eddig nem volt olyan népszerű az ügyfeleket arra kell, ez ugye a bankfelügyelet igazgatója, az ügyfeleket arra kell ösztönözni, hogy banki tranzakciók lebonyolításához alternatív csatornákat, internetban, mobilban alkalmazások, USSD, kártyák, e használjanak. Matolcsi pontosan erről beszélt, még ugye azt nem, nem említette, hogy egy esetleg egy ilyen kényszerítés lenne, de megmutattam, hogy már szinte minden oldalra a támadás alatt van a készpénz, és láthatja azt is mindenki, hogy semmi perc alatt jutottunk el idáig. Ez az INAIRA nem az egyetlen. 112 országban van, vagy lesz a központi bank által kibocsátott digitális valuta, ez a CBDC. De legalábbis foglalkoznak ezzel. Hogyha megvan ez, elterjed az emberek. Közt ez olyan, mint a magyar digitális forint. a lesz ilyen magyar digitális forint, lesz digitális nigériai pénz, amerikai pénz, egyszerűen csak a nagy világégés után, ami most következik, amikor összeomlik minden, csak az egész rendszert egybe kell húzni. Most épül ki ez a rendszer itt a szemünk láttára, és a többség még mindig nem hajlandó ezt elfogadni építgetik így szépen mindenféle válságokra hivatkozva, és utána, mikor bekövetkezik a nagy válság, a nagy összeomlás, csak egyszerűen bejelentik, hogy ó, hoppá, miért nem csinálunk egy digitális pénzt ebből az összesből. Jelenések könyve 13-as fejezet 16, amit már oly sokszor elmondtam, azt is teszi mindenkivel, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen és el se adhasson semmit, hanem csak kint, a fenevad, bélyege, vagy a neve, vagy a nevének a száma van, ez a digitális világvaluta lesz, ilyen vagy olyan formában. Mindegy, hogy hogyan, hogy egy, egy chip lesz, egy tetoválás, egy, egy bukós isak, teljesen mindegy, hogy milyen formában. A lényeg az, hogy most már látható, most már mindenkinek el kell ismernie, hogy ilyen még nem volt soha, hogy az egész világot lehetséges, egy gazdasági rendszerbe tömöríteni, és azt ellenőrzés alatt tartani. Ennek, ennek még a gondolata felmerült már réges-rég, de a megvalósításnak még a közelébe sem voltunk, akár 30 évvel ezelőtt se. De még 5 évvel ezelőtt se látta a többség, hogy hogyan fog ez majd végbe menni. Most ezzel alatt a két-három év alatt változott meg a világ ilyen gyorsan. És igen, eljutottunk oda, hogy büntetik a készpénz felvételt Nigériában, szóval ha valaki nem hajlandó használni ezt a digitális pénzt, akkor az büntetést kell, hogy fizessen. Ha még mindig készpénzt akar kivevegetni lehet, de annak megvan a díja. Szóval mindenkit szorítanak ki a készpénz gazdaságból. És igen, bizar, hogy ez a mi életünkben történik, ez a dolog, de ha tetszik, ha nem ez így van, és ez most van, és ez itt van. Szóval mi leszünk, az a generáció, és azok a generációk, akik látják az emberiség történelmének a végét most már nem lehet azt mondani, hogy ez mindig is így volt, hogy erről beszélnek már 2000 éve, meg akár mennyi ezer éve. Mindenkinek el kell fogadni azt, hogy ez a könyv 2000 éve elmondta, hogy mi az, ami következik, és az, amiről beszélt, az most itt van. Úgyhogy a proféciák azok a mi életünkben valósulnak meg. Azért, hogy az embereket fordítsák vissza a teremtőhöz, hogy lássa meg mindenki, hogy ő már évezredekkel ezelőtt is annyira aggódott miattunk, és annyira törődött velünk, hogy hajlandó volt ezeket az információkat megmutatni. És az ellenség elkövet mindent természetesen, hogy hiteltelenné tegye ezt a könyvet, ettől függetlenül még a, a, tény nem változik. Ugyanígy gondolkodtak az emberek, mint most, akkor, amikor itt jár közöttünk a megváltó, mikor elfoglalta Róma a Jeruzsálemet 70-ben, vagy 722-ben elvitték az asszírok, az izraelitákat, vagy Babilon bevette Jeruzsálemet akkor is úgy voltak valahogy, ah, ez mindig is így volt, mindig is így lesz. Az kész. Egyszer csak, puf, fot voltak, azt elvitték, azt mentek a fogságba. Ugyanúgy a többség erre is rá fog ébredni akkor, amikor már késő lesz. De most még itt van a lehetőség, hogy mindenki ébredjen fel, térjen vissza a Teremtőhöz, és reménykedjen abban, hogy ő majd megbocsát nekünk. Mert a többségnek és az egész világnak befellegzett, és ez hamarosan nyilvánvalóvá fog válni, ha még ez nem egyértelmű most. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, hamarosan folytatjuk addig is a legjobbakat, és hallelujah!